Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most, és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jakab levele 3. részének 13-tól 18-ig terjedő verseiben. Jakab levele 3. részében így szól Isten igéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk magasztalni téged, mert egyedül te vagy dicséretre méltó. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, minden egyéb úgynevezett Istent mi találtunk ki. Köszönjük, hogy nem mi teremtettünk téged, hanem te alkottál minket, és ezt az egész világ mindenséget teremtő igéddel, hatalmas szavaddal. Köszönjük, hogy ez a szó olvasható számunkra a Szentírásban. Köszönjük, valahányszor megszólítottál minket a Biblia betűin vagy magyarázatán keresztül. Köszönjük minden percet, amit előtted való csendben tölthettünk ezen az elmúlt héten is. Köszönjük, ha igéd volt lábainknak a világossága. Bocsásd meg, ha csukva maradt a Bibliánk egész héten. Bocsásd meg, Úr Jézus, ha még mindig azt hiszük, hogy nálad nélkül bármit cselekedhetünk. Bocsásd meg, ha sok döntésünket nélküled hozzuk, és sok utunkra elindulunk megkérdezésed nélkül. És bocsásd meg, ha utólag akarunk téged arra rávenni, hogy segíts minket a magunk által kitűzött célokat elérni. Áldunk azért a nagy lehetőségért, hogy megérthetjük, mi a te célod velünk. Köszönjük, hogy tartalommal töltöd meg létünket. Köszönjük, hogy mindnyájunkkal valami szép terved van. Segíts most is úgy hallgatni a te igédet, hogy megértsük ezt, hogy te mit akarsz, hogy cselekedjünk. És tedd készé a mi értetlen szívünket, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat és minden parancsodat. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk eléd mindnyájan, mint akiről tudjuk, pontosan ismered az életünket. Ismered terheinket, tetteinket, ismered a gaztetteinket is, és nálad bőséges a kegyelem, és gazdag vagy a megbocsátásban. Köszönjük, hogy ezt prédikálja nekünk a megterített szent asztal is. Bátoríts minket, hogy addig ragadjuk meg a te bűnbocsátó kegyelmedet, amíg arra lehetőségünk van. Köszönjük, hogy ma még van. Segíts igazán elcsöndesedni. És amivel ma akarsz megajándékozni, azt hittel elfogadni. És amit ránk bízol, azt hittel, örömmel továbbadni. Könyörülj meg rajtam is, hogy azt tudjam most mondani, amit te üzensz mindnyájunknak. És miközben másoknak prédikálok, magam is méltatlanná ne legyek. Köszönjük, hogy te vagy itt a középen, megváltó Krisztusunk. Te taníts mindnyájunkat. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Ézsaiás proféta szavaival hirdetem. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, de nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat előtted, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó Urad. Amen. Tudjuk, Urunk, hogy a hit hallásból van, mégpedig a Te igédnek a hallásából. Így kérjük most tőled a Te igédet, és azt, hogy az igaz hitnek tüzét bennünk Krisztusért élesszed. Amen. Isten igéjét Dániel könyve 6. részéből olvasom, a 6. rész első 11 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt ülve hallgassuk meg figyelemmel. Dániel könyve 6. részében így szól Isten igéje. A méd Dárius elfoglalta az országot 62 éves korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek intézésében, de semmiféle ügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek ezt mondták: nem találunk semmiféle ügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt. Ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki: Dárius király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, úgy, ahogyan azelőtt is szokta. Kedves testvéreim, csütörtök esti Isten tiszteletünkön kezdtük tanulmányozni ezt a fejezetet. Akkor ezt a kifejezést emeltük ki belőle, hogy Dánielben rendkívüli lélek volt. Láttuk, hogy ez azt jelentette, hogy az Istenhez való közelségében Isten szentsége annyira átjárta az ő egész lényét, hogy sugárzó emberré vált. És ez a gyakorlatban abban mutatkozott meg, hogy amikor mindenki másnak csődöt mondott a tudománya, ő Istentől kapott kijelentés alapján akkor is segítségére tudott lenni az uralkodónak. Emiatt aztán olyan nagy erkölcsi tőkét halmozott föl, hogy a rendszerváltozás után is megmaradt abban a magas pozícióban, amiben a babilóniai király helyezte. Amikor a méd-perzsa uralom megdöntötte a babilóniai birodalmat, akkor még magasabb tisztséget kapott. Folytassuk ennek a történetnek a tanulmányozását. Szeretném röviden vázolni magát a helyzetet, és aztán egyetlen igei üzenetet kiemelni belőle. Ha egy kicsit kerekítve mondjuk,
akkor időszámításunk előtt 500 táján vagyunk, amikor az óriási Méd-Perzsa birodalom mindenható királya, ez a Dárius volt. Ő közigazgatásilag 120 tartományra osztotta a birodalmat, és a 120 kormányzó fölött 3 főkormányzó állt, akik egyike Dániel volt. Dániel becsületességének, szervezőkészségének, bölcsességének híje volt az udvarban, és a király látva abban a korrupt világban Dániel megvesztegethetetlen becsületességét, azt tervezte, hogy alkirájjá nevezi ki, és ő lesz az egész birodalomban a második ember. Ez volt az, amit vezető társai már nem viselhettek el. Irítségük gyűlöletté sűrűsödött, és elhatározták, hogy Dánielt elteszik láb alól. Dániel erkölcsi tisztasága is ingerelte már őket, hiszen emellett még inkább lelepleződött az ő sokféle hamisságuk, azt pedig végképp nem voltak hajlandóak eltűrni, hogy egy ilyen jöttmentet, ahogy ők mondták, egy júdeai foglyot helyezzenek az ő fejük fölé. Éppen ezért megpróbáltak valami hibát találni Dánielnek a munkájában. Ez azonban nem sikerült, mert a legszigorúbb átvilágítás után is fedhetetlennek bizonyult. És akkor összejöttek, és nagy szellemi erőfeszítéssel kiagyaltak egy ravasz csapdát, amit felállítottak Dániel előtt. Tudták, hogy ő a pogány környezetben is hűségesen ragaszkodik Istenéhez, és naponta rendszeresen, többször is imádkozik hozzá. Egy olyan törvényt akartak hozatni a királlyal, amelyik egy időre megtilt minden kultuszt, és megparancsolja, hogy csak Dárius királytól kérhet bárki bármit. Ezt azért is megtehették, mert a perzsák a királyaikat isteni lényeknek tekintették, és azon kívül úgy gondolkoztak, hogy minden népnek, nemzetnek megvannak a maga nemzeti istenei. Ez a törvény tehát azt parancsolta volna meg, hogy egy hónapig a birodalom minden lakója csak az isteni királyhoz fordulhat kéréssel, és a maga nemzeti isteneit is csak Dáriuson keresztül szólíthatja meg. Tudták azt, hogy Dániel erre nem lesz hajlandó. Éppen ezért csak egyszer kell rajta kapni, hogy az ő istenéhez imádkozik, ezzel megszegte a törvényt, és a törvényszegők büntetését fogja kapni, bedobják az oroszlánok vermébe. A király nem vette észre a csapdát, aláírta a törvényjavaslatot, még tetszett is a hiúságának, hogy most egy ideig csak őt tekintik Istennek a birodalomban, és csak amikor Dánielt tetten érték az ellenségei, és följelentették, mint törvényszegőt a királynál, akkor kapott észbe, hogy elveszítheti az ő leghűségesebb emberét. Olvassuk a folytatásban, hogy egész nap mindent megpróbált, hogy valami jogi kiskaput találjon arra, hogy megmentse Dániel életét, de nem sikerült. Jól kiagyalták ezt a csapdát az ellenségek, és még aznap este be kellett őt dobni az oroszlánok vermébe. Isten azonban megvédte az ő gyermekét ott is, és amikor a király másnap reggel odament a veremhez, hogy próba szerencse, beszól, hát ha mégis életben maradt Dániel, legnagyobb csodálkozására, nem a saját hangja visszhangját hallotta, hanem Dánielnek a nyugodt beszédét, hamar kimentette onnan, és az ellenségeit ítélte halálra. Ennyi a történet, és ennek sok részletéről szó lesz majd a jövőben. Most egyetlen kérdésre keressünk választ, mert nagyon mai az igének ez az üzenete. Mi volt a különbség Dániel és az ellenségei között? Sokféle különbséget felsorolhatunk, meg is említjük majd a fontosabbakat, de mi volt a legfontosabb különbség Dániel és ezelőtt a díszes társaság között, amelyik őt el akarta tenni láb alól? Hogyha annál a képnél maradunk, amit az igében olvastunk,
akkor ebben láthatjuk a legfőbb különbséget, hogy Dániel a maga emeleti szobájában dolgozott, mégpedig nyitott ablaknál, amelynél többször letérdelt és naponta háromszor imádkozott, az ő ellenségei meg a földszinten szaladgáltak össze-vissza, és ott próbálták megszervezni az ő meggyilkolását. Dániel magasabb szinten élte az életet. Nem úgy, hogy fölényes volt, vagy bárkit megvetett, vagy lenézett volna, hanem egyszerűen ő ismerte az élő Istent, neki valóságos kapcsolata, lelki közössége volt a mindenhatóval, ezt a közösséget naponta folyamatosan ápolta, mert ez a közösség vált olyan csatornává, amin át ő mennyei értékeket kapott, és azokat azonnal továbbadta azoknak, akik közé Isten letette, függetlenül attól, hogy az éppen a hódító volt, és őket otthonról elhurcolták. Tudta, hogy ott kapott küldetést Istentől, ott kell áldássá lennie, és ezzel az Istentől kapott töblettel tudott szolgálni úgy, hogy ezek a pogány uralkodók is kénytelenek voltak fölismerni, hogy ebben az emberben van valami több, valami más, mint az összes kollégájában, és ez nagyon használható a birodalom javára, hát akkor használjuk, amilyen van, őt meg becsüljük meg. Olyan szépen kirajzolódik ebből a történetből, hogy mit jelent az magasabb szinten élni, és hogy Isten a benne bízókat mindig felülemeli, a kicsinyes emberi szándékokon, célokon, felülemeli önmagukon is, fölülmúlják önmagukat szakadatlanul, mert többet tudnak továbbadni másoknak, mint ami bennük van. Mert új szövetségi kifejezést használva, sáfárokként élik le az életüket, akik a nagy gazda alkalmazásában vannak, és sok mindent kapnak tőle, amivel az ember nem rendelkezik, de ami nagyon meggazdagítja az életet. És ők boldogan továbbadják ezeket. Életük elsődleges célja az Isten dicsőítése, a vele való közösség tudatos, rendszeres ápolása. Mert ettől függ minden más. És utána a tőle kapott küldetésük végzése. Ezek az emberek nem magukat akarják megszedni. Ezek nem a szerzésre rendezkednek be. Ezek a közvetítésre rendezkednek be. És az a fontos nekik, hogy legyen mindig mit közvetíteniük, ehhez kapniuk kell Istentől, és hagyják magukat megajándékozni. És utána szívesen továbbadják azt, amit ők is úgy kaptak. Dániel ellenségei a saját karrierjüket építgették, mégpedig gátlás nélkül, keresztül gázolva mindenkit. És ha úgy gondolják, hogy valaki útjukban van, pedig szegény Dániel nem volt útjukban, mindnyájan a legmagasabb polcra kapaszkodhattak föl, de ha úgy gondolják, hogy valaki útjukban van, azt félre kell tenni az útból, töltetni előre, és a maguk által kitűzött célokat elérni. És közben elfeledkeznek arról, hogy hova vezet ez az út. Mert ebben is jelentős különbség van Dániel és az ellenségei között. Dánielt az élő Isten még az oroszlánok velméből is kiszabadította. Az ellenségei meg a teljes győzelmük biztos tudatában is elpusztultak. Dániel Isten kezében vált egyre áldottabb eszközzé mások javára. Az ellenségei meg, majd látni fogjuk, az ördög kezében lettek egyre gyilkosabb eszközzé mások megalontására. Dániel mindig mindenért Istennek adott dicsőséget, és ezt nem szégyelte a pogányok előtt sem megvallani. Nem én, mondja egy esetben, hanem Isten jelentette meg, hogy mit álmodott a király, és én azért tudtam elmondani. Csak nekem kapcsolatom van Istennel, és értem az ő kijelentését, és készséggel továbbadtam azt. Egy másik esetben nem én, hanem Isten lelke mondta meg nekem, hogy mit jelent az írás a falon. És innen tudta megfejteni Belsazárnak azt az írást. Mindig Istennek adott dicsőséget, és mindig mások javára volt jelen. Az ellenségei a maguk dicsőségét keresték, és csak a saját hasznuk lebegett a szemük előtt. Egyszerűen más síkon folyt az életük. Dániel mérhetetlenül magasabban
gondolkozott, cselekedett, tervezett, élt, mint ők. Nem úgy, hogy föléjük akart kelkedni, hiszen ő soha nem töltetett, nem helyezkedett, nem ügyeskedett. Egyszerűen végezte mindig azt, amit Isten rábízott. És Isten emelte őt egyel magasabbra a szó erkölcsi értelmében is, meg még a pozíciókat illetően is. Majdnem alkirály lett, ami a legmagasabb pozíció volt. Nem ő akart az lenni. Fölismerték benne azt a töbletet, amit Istentől kapott. És ezzel szolgált. És ennek a magaslatnak, ahova őt Isten emelte, és az ezen való élésnek nagyon mély gyökerei voltak. Az élő Istennel való hitbeli közösségből táplálkozott ez. És eközben távol áll tőle minden gőg, minden rátartiság, minden magát különnek tartás, vagy valami felsőbbrendűségi kényszer képzet. Nagyon csendesen, nagyon alázatosan szolgált. Közvetített. Adta tovább azt másoknak, amit Isten rábízott. És mi jellemezte az ellenségeit? Ha maradunk a képünknél, akkor azt kell mondanunk, hogy ők a földszinten szaladgáltak. Sőt, sokszor az alaksorban. Homályos, félhomályos, sőt egészen sötét akcióik voltak. Ők nem ismerték Istent. Következésképpen nem tudtak bízni benne. Következésképpen maradtak ott, ahova megszülettek. Nem volt, aki kiemelje onnan őket. Aki felülemelje őket, önmagukon is. Átélték azt, hogy egyedül vannak. És aki egyedül van, az fél. És aki fél, az vetélytársat vagy ellenséget lát mindenkiben. Mindenki potenciális ellenség. Ezért agresszív lesz. És ezért nem válogat az eszközökben. Félelmes ez az eszköztár, amit ezek a fickók itt használtak. Hazugság, csalás, képmutatás, hízelgés, csúsztatás, a hatalommal való visszaélés és gyilkosság. Valóban nem válogattak az eszközökben, és közben nem vették észre, hogy ők váltak eszközzé annak a kezében, akiről Jézus azt mondta, hogy hazug és hazugságnak atya, és emberölő volt kezdettől fogva. És hogyha újra figyelmesen elolvasnánk, talán jobban föltűnne, hogy tragikomikus ez a lóti-futi élet, amit ezek az emberek itt csinálnak. Hát gondoljuk el, hogy egy nagy birodalom legtekintélyesebb tisztviselőit összehívják. Azok tanácskoznak. Egyetlen feladat van, hogy lehet eltenni láb alól Dánielt. Erre való a szürke állomány. Így ráélnek vezető emberek. Nincs ennél nemesebb cél, mint hogy hogy nyíljuk ki egymást. Akkor is ez ment már, mint ami ma. Összejönnek, tanácskoznak. És micsoda aktivitás van. Mennyi ötletnek kell elhangoznia addig, amíg megszületik a nagy javaslat, amíg kiagyalják ezt a törvényjavaslatot, amíg kieszelik, hogy hogy lehet rávenni, csapdába ejteni magát a királyt is. Aztán azt olvassuk, hogy berohannak a királyhoz. Kirohannak, hogy meglessék Dánielt. Leselkednek, tekintélyes emberek, kukucskálnak az ablakon, most imádkozik a bitang, most kell rajta ütni. Rajta ütnek, tetten élnek, följelentenek. Micsoda aktivitás! És ettől épül a birodalom. Ettől megy előbe a szakma, ettől jobb lesz azoknak, akikért Isten felelőssé tett minket. De hát Isten nélkül csak erre képes az ember. Mert Isten nélkül egyedül érzi magát, és akkor magának kell kezébe venni a dolgai intézését, ha magától értetődik. Akkor igaz lesz az, hogy mindenki a maga szerencséjének kovácsa. Mert hogy nem ismeri azt, aki a sorsunkat irányítja, aki mindnyájunknak szép küldetést készített el, aki ha engedjük, hogy kiemeljen abból a mocsárból, amibe beleszülettünk, akkor megérteti velünk a küldetésünket, aki ad mindnyájunknak, akik benne hiszünk, rendkívüli lelket, az ő szent lelkét, és ez a szent lélek elsegít oda, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat és minden parancsodat. És akkor Isten által kitűzött célok felé halad az ember, akkor minden tőle kapott energiáját ezeknek a céloknak a megvalósítására használhatja,
akkor a helyén érzi magát, és nem kell félnie, hogy valaki azt a helyet elfoglalja, azt a szolgálatot elvégzi, azokat az áldásokat, amiket neki adott Isten, továbbadja, akkor nem kell félni a másiktól, akkor nyugodtan végezhetem azt, amit ő bízott rám. Ehhez azonban az kell, hogy valaki közösségbe kerüljön az élő Istennel. Hogy valaki úgy ragaszkodjék hozzá, mint az Dániel tette már tinédzser korában is. Amikor beiskolázták a janicsár képzőbe, mikor deportálták őket Babilonba. És azt akarták, hogy felejtsék el az anyanyelvüket, és felejtsék el Istenüket, és ne gyakorolják a vallásukat. Ő akkor is imádkozott naponta többször az élő Istenhez. És akkor is megtapasztalta, hogy Isten jó indulata hangolja még az ellenségeit is. És akinek az útjaihoz jó akarattal van az Úr, annak az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Ő már gyerekfejjel és szívvel egyre jobban megismerte az élő Istent. Ő tudta, hogy ez nem fikció, nem mi találtuk ki őt, hogy legyen kivel vigasztalnunk magunkat, hanem ő előbb volt, mint mi, mert ő öröktől fogva mindörökké Isten. És nagy kiváltság az, ha valaki közösségre juthat vele. De ez a vele való közösség megtartó erő, és olyan csatorna, amin át áldások özöne érkezik a hívő életébe, és megtanulja az ellenségét is szeretni, és még azzal is jót tenni. Hol voltak ettől ezek az emberek? Olvastuk itt a hosszú felsorolást, kormányzók, főkormányzók, igazgatók, tanácsosok, nem tudom én kik. Aztán ezzel telnek a napok, hogy hogy tehetünk el valakit lábalól, hogy csaphatjuk be az uralkodónkat, és közben maradnak a feladatok elvégezetlenül, marad a félelem az emberben, minél jobban bebiztosítja magát, annál inkább fél, és a vége a halál. Pontosan erre nem gondoltak, hogy fenevadak fogai közt lelik szörnyű halálukat, hogy abba a verembe, amit másnak ástak, ők maguk fognak beleesni. Ettől akar megőrizni minket a mi Urunk. Ez a különbség a Dánielek és az Isten nélkül akciózók között. Meg az, amit a Jakab leveléből olvastunk, azért olvastam fel azt a néhány verset, amit most nem akarok részletezni, amikor azt mondja, hogy mindenkinek a cselekedetei mutatják meg, hogy kinek a kezében van az élete. Van, aki úgy tűnik, hogy nagyon bölcsen rendezi be az életét, mert keserű irigység és viszálykodás motiválja a cselekedeteit, és ezért hazugságot és minden egyéb eszközt igénybe vesz, de ez a bölcsesség nem felülről, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van, mint itt Dánielék esetében is, ott viszálykodás, zűrzavar és mindenféle gonosz tett is megtalálható. A felülről való bölcsesség, az tiszta, békeszerető, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem képmutató, nem részrehajló, stb. Amilyen Dánielnek volt. Neki felülről való bölcsessége volt. Van alulról való bölcsesség is. Azt úgy hívják, hogy ravasság, huncutság, csalafintaság, ebben a világban ez erénynek számít. Ezek az ügyes emberek, és nem tudják, hogy a vége az a halál, ahova az ilyen út mindig vezet. Nem akarom tovább részletezni, hanem itt a megterített úrasztalánál hadd tegyen föl olyan személyesen ennek az igének a kérdését néktek, mint ahogy Isten nekem szögezte, te melyik szinten élsz? Mi minden gerjeszti a gondolatainkat, milyen indulatok, indítékok mozgatják a cselekedeteinket? Vajon csak ugyan az jellemzője ránk, hogy ott fönt, ahova már Isten fölemelt, a vele való valóságos közösségben zajlanak a hétköznapjaink. Hogy tőle kapunk gondolatokat, ő jelöl ki célokat, ő ad a kezünkbe eszközöket, és mi csak azokat a tiszta eszközöket akarjuk használni.
Vajon ismerőse ez, hogy kapok tőle békességet, ötletet, megéltet igét, szeretetet a nehéz emberek iránt is, és amit tőle kaptam, a szívesen adom tovább, és ezért semmi dicsőség, sőt dicséret sem jár nekem. Ez nem az én érdemem, ez megtiszteltetés számomra, ez ajándék, hogy tovább ajándékozhatok abból, amit Isten nekem is úgy ad, és amire a körülöttem élőknek szükségük van. El lehet-e mondani, hogy csak ugyan eszközök vagyunk Isten kezében, és ez nem sérti a büszkeségünket, hogy eszközök vagyunk. Vajon el lehet-e mondani, hogy Isten kezében vagyunk eszközök? Használhat-e ő minket arra, amire akar? Azt fogjuk-e tenni például ma is, amivel ő akarja, hogy megszenteljük ezt a napot? És áradnak-e rajtunk keresztül áldások? És tőle fogadjuk-e el a próbákat is, mint ahogy Dániel azt, hogy az oroszlánok velmébe vetették? Bizonyosak vagyunk-e abban, hogy ő tudja, hogy mit cselekszik, és hogy végső soron ő irányít mindent? Vagy pedig mi is azt éljük át, hogy egyedül vagyok. Kiszolgáltatott vagyok, félek, és ezért akciózom. Természetesen Isten nélkül, hiszen nem is ismerem őt. Ha ismerném, tisztelném, és rábíznám magamat. Vajon nem azt éljük-e át mi is, hogy magam vagyok nagyon, kicsordul a könnyem hagyom, viaszos vászon az asztalomon, fajk csálok, méltán egy dalon, vézna szánalmas figura, én, magam vagyok a föld kerekén, ahogy Tóth Árpád írta. Háromszor is én, és csak én, sehol senki. Emberekben nem bízhatom, Isten meg vagy van, vagy nincs, vagy szeret, vagy nem. Ha szeretne, nem engedné meg, de nincs vele valóságos kapcsolatunk. Isten nélkül állva marad az ember, és aki állva, az szükségképpen kegyetlen, mert kiszolgáltatottnak érzi magát. Vajon nem azt éljük-e át, hogy nagy ugarrá vált ez a föld, így, hogy az Istentől elszakadtunk, és így akarjuk irányítani? És azt tapasztaljuk, hogy csend van. A dudva, a muhar altat lehúz, befed, és egy kacagó szél suhan el a nagy ugar felett, ahogy Adi írta. A bűnnek a dudvái betemetnek minket is, elterik az életünk a gyomokkal való küszködésben, itt a földszinten, és a sátán meg kacag fölöttünk. Sikerült így eltölteni az életet. Nincs közösség Istennel, nincs szolgálat másoknak, magamat akarom valahogy fönntartani és megvédelmezni, és a vége a halál. És elmondom, hogy nem emel föl már senki sem, bele nehezültem a sárba. És kérdés, hogy tudjuk-e folytatni? Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen állva. Mert Isten nélkül állva az ember, és aki állva, az kegyetlen. Ez törvény. A Biblia nagy örömhíre az, hogy Isten ilyen állapotunkban nyúlt le utánunk. Hogy minket, akik valóban belenehezültünk a sárba, ő innen kiemel. És mi már tudjuk a Szentírásból, hogy Isten utánunk nyúló szabadító keze maga Jézus Krisztus. Jézusban nyúlt le utánunk, hogy ebből a mocsárból, ebből a sárból kiemeljen minket, önmagához közel, önmagunk fölé, hogy nem fölényesen, de emelkedetten tudjunk gondolkozni, hogy legyen rálátásunk onnan az ő közeléből, az eseményekre, az életre, hogy helyesen értékeljünk, hogy lássuk az arányokat, hogy lássuk önmagunkat is, lássuk a küldetésünket, és lássuk még a láthatatlanokat is. Vagyis tudjunk hinni. És ezzel a hittel rábízni magunkat a láthatatlan, de egyedül igaz, élő Istenre, aki annyira szeretett minket, hogy Jézus Krisztusban utánunk nyúlt. Jézust is körülvette ugyanaz az irítség és gyűlölet, mint Dánielt.
A különbség csak az volt, hogy ő bele is halt ennek a gyűlöletnek az akcióiba. Viszont pontosan az ő kereszt halála jelenti számunkra azt, hogy van visszaút Istenhez. Hogy valóban ki lehet emelkedni onnan, ahova születtünk, mert mindnyájan ide a földszintre születünk. Hogy valóban szentélyé válhat az életünk, aminek nyitva lesz az ablaka fölfelé, hogy helyreállhat a közösség Isten és az elveszett ember gyermek között. Hogy újra tudjuk tartalommal telítődve mondani, hogy mi atyánk, és ezzel a gyermeki bizalommal bízzuk rá magunkat. Szeretném ma boldogan hirdetni, hogy van visszaút az Istenhez. Jézus Krisztus kész kiszabadítani minket ebből a mélységből, ahova süllyedtünk. Nem kell ilyen alaksori életben élnünk. Ő felemel minket magához közel, megajándékoz, és tudunk másokat is ajándékozni. Kiemel a csüggedésünkből, a kétségeink közül, vagy a kétségbeesésből, kiemel a magányból, vagy a magunkba roskadásból, távlatot nyit a benne hívők előtt, ő tűz célokat eléjük, egyszerre tartalommal, értelemmel telítődik az ember léte. Nem azzal kell eltölteni, hogy magamat valahogy megvédjem és fönntartsam. Van atyám, aki jól tudja, hogy mire van szükségem, és ő bőségesen meg fogja adni, még annál sokkal többet is. Hol élünk mi testvérek? Elszántan, elkeseredetten építgetjük-e a magunk karrierjét, igyekszünk bebiztosítani a gyerekeinknek mindent, amit lehet, mintha Isten nem lenne. Mintha nem nyúlna utánunk is az ő mentő, ami meg lehet fogni. Ez a bizalom nem a munkatva, mint a Dániel az emeleten. Dolgozott, imazott. Mintha ismerte volna azt a később megfogalmazott kettős egy célkitűzést, hogy orandó et laborandó. Ezzel telt az élete, és ezért volt tartalmas. A többieké meg maradt üres, és akiké önmagukat is elpusztították. Mindnyájunknak vannak olykor anyagi gondjaink, sokan küzdenek azzal, hogy szeretnének igazi társat, vannak lakásproblémák és egészségi problémák, munkahelyi problémák, óriási probléma a munkanélküliség, vagy azt, hogyha más kénytelen csinálni valaki, mint amit szeretne, és így tovább. Hol keressük ezeknek a megoldását? A földszinten, vagy az emeleten? Most már azt hiszem, értjük a képet, szeretnék mindenkit hívni föl az emeletre. Engedjék, Isten fölemeljen, kiemeljen minket onnan, ahova születtünk, a vele való közösségben. És akkor boldogan vallja majd az ilyen ember, ki az Úrban bízott, nem csalódott még. Első lennék én, ki szégyent vallanék. Nem, te nem hagysz cserben, örök kősziltem. Megrendülhet ég, föld, a te igéd nem. Imádkozzunk. Istenünk, bocsáss meg, hogy sokszor úgy akciózunk, mintha te nem lennél. Bocsáss meg, még inkább azt, hogyha a szöveget már tudjuk és beszélünk rólad, csak éppen nem bízunk benned. Bocsáss meg, ha nem ismerünk. Úgy gondoljuk, hogy te nem is törődsz velünk, vagy bizonyos helyzetekben te is tehetetlenné válsz, vagy közömbös neked, hogy mi történik velünk. Köszönjük, hogy mindez nem így van. Köszönjük, hogy te név szerint számon tartod a tiédet. Köszönjük, hogy a benned bízóknak nem is maguknak kell kapaszkodniuk beléd, hanem te tartasz meg minket. Köszönjük, hogy elég csak a kezünket nyújtani, amikor ahhoz sincs erőnk, hogy megfogjuk a tiédet. És te fogsz meg, és te húzol ki a hitetlenségnek, a kétségbeesésnek, a bűnnek és a kárhozatnak a vermeiből. És te állítod a lábunkat sziklára, és a te megtartó kegyelmed örködik fölöttünk. Engedd, hogy ilyen életben járjunk mindnyájan.
Adj nekünk bátorságot, hogy higgyünk neked és higgyünk benned. Hogy valóban rá tudjuk bízni magunkat, jövőnket, szeretteinket, egyházunkat és népünket. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek a miénknél sokkal nehezebb most a helyzetük. Könyörgünk azokért, akiknek az otthonát összedöntötte, értékeit tönkeltette, szeretteit elpusztította a földrengés. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akiknek ezen a héten kellett megállniuk ravatal mellett. Te adj nekik igazi vigasztalást. Könyörgünk hozzád ezen a vasárnapon különösen is a leprás betegekért, és azokért, akik közöttük szolgálnak. Köszönjük, hogy hozzájuk is eljuthatott az evangélium, és köszönjük, hogy van már gyógyszer is. Add, hogy minél többen megismerjenek téged, és a te irgalmadat megtapasztalhassák. Könyörgünk hozzád betegeinkért, különösen is két férfi testvérünkért, súlyos műtét után, súlyos műtét előtt, te adj békességet a szívükbe és gyógyulást nekik. Könyörgünk azért a testvérünkért, aki holnap indul el messze Ázsiába, hogy vigye a te igédet. Vedd körül a te oltalmaddal, és tedd áldássá sokak számára. És könyörgünk hozzád, ami erdélyi testvéreinkért, áld meg az ő új püspöküket felülről való bölcsességgel. A te igét hangozzék az eheti ünnepségen is, de hangozzék az mindvégig rajta keresztül. De kérünk, hogy könyörülj meg mindnyájunkon, és add a te igéidet a szánkba, hogy ne a magunkét mondjuk meg másoknak, amikor mérgesek vagyunk, és ne a magunk panaszait öntsük rá egymásra, amikor egymás terhét hordozhatnánk, hanem legyen olyan, mint az aranyalma ezüstányéron, helyén mondott ige, amit továbbadni tudunk. Így bízzuk rád mindnyájan magunkat. Köszönjük, hogy te ismered a helyzetünket. Köszönjük, hogy nálad már készen van a szabadítás. Köszönjük, hogy sok-sok ajándékot kínálsz nekünk. Taníts meg minket, hogy tőled kérjük, és fogadjuk-e azt, amit te adsz. Segíts hinnünk, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat munkálja. Akkor is, ha azt mi nem értjük azonnal. Köszönjük, hogy te tartod kezedben ennek az egész világnak a kormányát. És te minden ellenkező látszat ellenére jó felé viszed azt. Add a mi szívünkbe ezt a békességet. És amit ebből a te nagy munkádból, mire jánk bíztál, segíts azt hűségesen és örömmel elvégeznünk. Ezen a most következő héten is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben ő előtte. Amen.